Na, sziasztok! Megérkezett a hetedik rész is ebből a videósorozatból a hatodik Forma 1-es futamunk jön majd Monakóban. Előtte pedig gyorsan nézzük meg az R&D fát, ahol ugye továbbra is a motoron kell rengeteget fejlesztenünk. Az <coughs> a Honda még mindig nem a legtutibb, de hát megoldjuk majd, és ugye most lett a szerződésünkben egy olyan pont, hogy már kettő dolgot is fejleszthetünk áganként, úgyhogy nosza, essünk neki. Ott majd még egy kis ilyen reliability-t fejlesztek, hogy kevésbé legyen valószínű, hogy tönkre megy. Azt hiszem, hogy már 15%-kal csökkent az esélye annak, hogy a fejlesztésem tropára menjen. De esünk neki az időmérőnek. Jó hír, hogy Bakuval ellentétben itt a Q3-ból is van időm, tehát hogy kezdjük itt. Roppant pozitívul, de Monakóban rettentő béna vagyok. Láthatjátok az első kanyart, az helyből full átvágtam, tehát el kellett volna vegye a körömet, de ennek ellenére is béna leszek. A, azt hiszem azt a címet adom majd a videónak, hogy ö, valami olyasmit, hogy szűk és büntet, és ezt nem írom hozzá, hogy ráadásul béna is vagyok, tehát itt ez a nagyon probléma. Évek óta a monokói pályán alkalmatlan vagyok, hogy körbe menjek. Én nem tudom mi van, utoljára a GP4-ben bírtam itt menni, még billentyűzettel. És azóta kontrollerrel egyszerűen vezethetetlen számomra ez a pálya. Hát végig megyek, látjátok, körbeérek, több-kevesebb hibával, de lassan. Nem tudom, hogy itt mi a probléma. Mindenképpen mondani akarom, hogy az összes pályám, mert most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen, az alapbeállítással megyek. Tehát az a beállítással, amit alapból fölajánl az F1 2019, mert azt vettem észre, és nem csak magamnál, hogy ezek elég jók. Kifejezetten jók, meglepően jó tempót lehet velük menni. Nyilván lehet ezeknél sokkal jobb beállításokkal menni, majd a második szezonban út nagyon csúnyán csúsztam, majd a második szezonban foglalkozunk azzal, de itt most minden pályán megnézem az alapbeállítást, és hogy mit lehet velük csinálni. Um, az utolsó szektorban még egy, egy pár századot talán csípek a körömből, de hát ez így is csak a nyolcadik helyre lesz elég. Viszont állítólag az autónk már a második legjobb szorosan a Merci mögött, és belőztük a ferrari hogyha visszanéztek egy kicsit az R&D fára ott az elején. És ennek megfelelően Max Verstappen meg is szerzi a polpozíciót. pozíciót, Lucas Weber pedig előttem kap egy 5 rajthelyes büntetést, úgyhogy így a hetedik hely lesz a Mienka rajtnál. Hát itt egy Red Bull ugye a verseny elején, de ez most nem a Mienka pole pozícióban, hanem Maxi. És Monakóban van is esélye győzelemre váltani ezt az első helyet, Úgyhogy meglátjuk, hogy ezúttal nyere a másik Red Bull Honda, illetve hogy mi mit tudunk csinálni ezen a szuper csodálatos, rettentő szűk, borzalmas pályán. Hát kettő kiállásra tervezzük mindenképpen, kettő kiállásra, tehát kettő etapra egy kiállással, egy kiállásra, most megyünk a piros gumin, egyszer kimegyünk, föltesszük a sárgát, aztán meglátjuk. Elalszanak a piros lámpák, sokkal jobban kapjuk el rajtot, mint Butler úgyhogy ő valószínűleg meg lesz az első kanyarba menet, de óvatosnak kell lenni nagyon, úgyhogy így lehet, hogy mégis csak megtartja a pozícióját, de nem, nem, a Collision with Butler pedig szerintem annyit elkerültünk, amennyit csak lehet. Ricardo és Fettel csatáznak itt előttünk, azért az még nincsen lefutva. Ricardo nagyon könnyen feladta a pozícióját, úgyhogy Sebastian Fettel megtarthatta a helyét. Egy érdekesség van itt még, hogy Charles Leclerc a Q2-ből úgy jutott tovább, hogy a sárga gumin, úgyhogy ő most azon is rajtolt, ez neki, azt hittem, hogy fogadni egy nagy taktikai előnyt, hogy esetleg csak a sárga-fehér kombóval lehessen végig menni. De, de nem így van, ugye piros-sárgával megy kb. mindenki végig, úgyhogy valószínűleg sárga-pirosat csinál. és ez Monakóban mennyire lesz kifizetődő, azt majd meglátjuk. Közben már a harmadik körnél vagyunk, mutatván, hogy azért egy darabig nagyjából bírtam velük a tempót, de hát ez eddig tartott, az ötödik körre úgy lemaradtam, mint a borravaló és itt már Butler már minden irányból próbálkozik mögöttem, én lecsúszom a kanyarokról, stb. Itt nem nagyon van mondjuk hely, úgyhogy emiatt elmegy mellette Kevin Magnussen. A hatodik helyen vagyok. Amíg nem megyünk ki a boxba, addig ez nem fog változni. Tehát ez Monakóban tök evidens, hogy hiába vagyok dög lassú, és mindenki itt van mögöttem. Én nem is értem, hogy ennyire lassú, hogy lehetek. Nagyon ciki. De, de, de tényleg, és, és, mindenki ott van mögöttem, aki él és mozog. Ha a GP2-es itt lenne, akkor még az is ott lenne mögöttem. Úgyhogy kivegyünk a boxba. El is kopott mi. Úgy elkoptak a gumiai, mint annak a rendje. Fel is pakoljuk a fehér gumit, hogy ezzel legalább végig tudjunk menni a következő 32 körön, tehát hogy azért az még mennyiség. De mindenképpen végig kéne jutni, és nem kéne egy második kiállás is beletenni. meglátjuk. Hát nem látjuk meg. Mert a videó hosszából láthatjátok, hogy ez már nem tart sokáig. Kettő körrel később vagyunk, amikor is Devon Butlerék jönnek vissza a boxból és a következő történik. Hát igen. Um, annyit be kell vallanom, hogy ez, ez, egy flashback után történt. Nagyon mély féktávot akartam venni, hogy butler magam mögött tartsam, amiatt összetörtem a szárnyamat, tulajdonképpen megálltam az út közepén, és arra gondoltam, hogy elegánsabb, hogyha legalább az van itt nektek a videóban, hogy kiparkolok. Mégiscsak jobban néz ki, mint az, ami alapból történt. Hát ez egy kiábránító vége volt. Borzasztóan nem volt tempó, hogy egy részen végig fel akarta adni, aztán tulajdonképpen kapva kapott az alkalmon, hogy akkor nem kell végig szenvedni, legyen ez. Én egy dolgot tudok ígérni nektek, hogy a holnapi nap folyamán kirakom arra a kanadai nagy is, ami ezerszer jobb ennél. Már mondjuk ennél minden ezerszer jobb. És kárpotolok mindenkit. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha mégis felem tartottak erre a kis útra a dobogó, Max Verstappen is megszerz az első futamgyőzelmét, én pedig nullázok, és hogyha a Red Bull Honda valóban olyan jó lesz, mint ahogy, ahogy mutatja az R&D, akkor ezt most rendesen elbaltáztam, mert Verstappen kb. utolér a pontversenyben, és komoly ellenfelem lehet, hiszen ugyanolyan jó autója lesz, mint nekem. Na mindegy, szóval ezekkel a képekkel búcsúzom, végeredmény, lassítás, Hát nah, lassítás nem is lesz, mert nincsen visszajátszás a végén, hiszen nem fejeztem be a futamot. De a végeredmény azért lesz. Köszönöm, ha megnéztétek, és nagyon hamar jelentkezem a következő velígére. Sziasztok!